lecke. Jeremy London, Tim Arondol. Gina Phillips, Somlai Edina. További magyar hangok. Vándor Éva, Rosta Sándor, Stól András, Tarján Péter, Háda János, Orosz István, Pataki Imre. Gyönyörű állat. Telivér. Ez is jó lap. Igen? Igen, a volt barátnőmmel mindig összevesztünk, hogy kifejti meg előbb a rejtvényt. Adhatok még valamit? Egy rágót. Csak meg ott! Maga sem mozduljon! Joey, vigyázz! Nyomás! Megörültél? Nem vihetjük kórházba! Sebe van, öregem, ebből még baj lesz. Figyelj csak, kitesszük, aztán külön válunk. Na persze. Állj meg, én kiszállok. Nehogy száz kilik, ez közös balhé. Mondom, állj meg! Itt a talizmánod. Bancroft Javító Nevelő Intézet. Richard Chilton. Közeleg a születésnapod. Mint mindenkié. Nyáron 18 leszel. Lassan kiöregszel az intézetből. És a folytatáshoz képest ez maga a Vidám Park. Hallottam. Remélem, látni nem fogod. Chilton, csak semmi lazsálás, fia. Fényképezte Christopher Fluna. Zene Steve Dahl. Nyári táborba istáló fiút keresünk, legalább 3 év gyakorlat szükséges. Érdeklődni Annie Szóbelnél. Tanyán nőttem föl. Az apám lovakat idomított. Többet tudok a lovakról, mint az emberekről. Tudom, hogy kell őket ápolni, patkolni, betörni. Akkor nézzük, mivel foglalkoztál mostanában. Például 3 családtól is megszöktél. 4 esetben vádoltak vandalizmussal, és most még itt van ez a boltos ügy is. Ezekre a munkákra felelősségteljes embereket keresnek, te pedig úgy tűnik, hogy nem igazán vagy az. Adjon még egy esélyt. Miért? Hogy aztán a táborból is meglóg. Oké. Nem rossz.
Ilyen öreg fiútól. Kedves vagy. Azt akartad mondani, hogy érett férfi? Az alulértékelés része a taktikámnak. Gyere, tartsunk szünetet. Hello. Hello. Hogy vagy? Remekül, Annie. Na, írta Barbara Clark Wembo és Virginia Gilbert. Bajban vagyok. Tudod, hogy kéne egy új istállófiú? Mi van azzal a munkavállalási programmal? Biztos lenne itt megfelelő ember. Hát van egy srác. És? De nem lehet, megszökne. Fél órát sem maradna. Mindig ezt csinálja. Te is nagyon jól tudod, hogy ez hülyeség. A gyerekek pontosan azt váltják valóra, amit eleve feltételezünk róluk. Persze. Soha nem fog normális életet élni, ha folyton csak azt hallja, hogy nem érdemli meg. Vigyázz, mert a taktikád már nem a régi. Dolgozott valaha lovakkal? Igen. Hát akkor mi kell még? De egyáltalán nem való abba a táborba. Engedd el próbaidőre. Ha nem felel meg, visszajön. Te megrögzett optimista. Nem szoktam embereket letörni. Inkább felépíteni. Jobb az eredmény. Rendezte David McKay. Forgalmazza a Four Stars Videó. Na jó, fussuk át a szabályokat. Első szabály. Nem iszom. Mi? Nem iszom. Második szabály. Nem dohányzom. Harmadik szabály. Nem hagyom el a tábort engedély nélkül. És hetente egyszer mi van? Moziba megyek. Heti szemle. Ez a szemüveg. Megnézhetem? Bántja a szemét a fény. Hagyjad. Tegnap bepiáltál, mi? Értem én. Szia, Annie. Szia. Ő az új istáló fiú. Hello. Annie Sobel vagyok. A táborigazgató. Örülök, hogy megjöttél. Én is. Ez lesz az új istáló fiú. Tőletek? Igen. Rick Chilton, ő meg Clay Nelson. Clay a vezetőtanár. Rick apja egy tanyán lovakat idomított. Igen? Mire? A gyerekek mind... Mind vakok. Kösz, hogy elmondtad. Ebédidő. Bocsássatok meg. Sok sikert. Én is elmegyek, azt hiszem. Egy hét múlva úgy is látlak, igaz? Igaz, hát. Szia, Mac. Szia, Annie. Gyere, megmutatom, hol fogsz lakni. Jól haladsz. Mi az, fémdetektor? Nem, pont úgy néz ki, mi? Ez a Movad-féle érzékelőkészülék. Úgy működik, hogy ultrahangot bocsát ki, és aztán jelzi, hogy visszaverődik a tárgyakról. Szóval ez a fehérbot legmodernebb változata? Pontosan. Szeretnénk a gyerekeket egy kis önállóságra szoktatni. Értem.
szószerszámok valahogy úgy tűnhettek el, ahogy a félpárzoknik szoktak. De szerencsére a Morris anyáról kapunk majd újakat. Hát itt vagyunk. Ez lesz a szobád. A szekrényben van ágynemű. A fürdőszoba sajnos az alsó szinten van. Hát nem egy Hilton, de... Dehogy is, szuper. Még sohasem volt saját szobám. Hát... Rendezkedj be. És nem kérdezi ki a szabályokat? Inkább tartsd be őket. Oké, betartom. Le kell lőni. Csak kicsúszott a lába a kengyelből, ez minden. Azt mondtam, le kell lőni. Mire visszajövök, meg legyen. Hadd el magad valamivel, jó? Szellemet hátra vitte, Mr. Morris. Gondoltam, pár nap múlva úgy is lehiggad majd. Mostantól én viselem gondját annak a lónak. Gyönyörű hely. Szállj ki, és szívd tele a tüdőd. Itt bent is tele tudom szívni. Lindsay, gyere, szállj már ki. Nem akarok. De hát nem töltheted azzal az egész életedet, hogy búslakodsz, ugye? A saját életem. Lindsay, ez a rehabilitációs tábor a legsikeresebb az egész országban. Igazán örülök, mama. Érezzétek jól magatokat. Jobb nem erőltetni. Akkor
akkor soha nem fog boldogulni. Vagy azt szeretnéd? Mit csinálsz? Engedj el! Hagyjatok békén! Üdvözöljük Lindsay Curtis-t, gyerekek! Szia! Szia, Lindsay! Ülj le ide! Jó étvágyat. Billy, kéztudós leszel az optikonoddal. Mivel? Az optikonnal. Az egy ilyen olvasókészülék. Billy végighúzza a könyvön, vagy az újságon, és a gép átalakítja a szavakat braille-írássá egy gumilapon. Billy meg tapintással leolvassa. Aha. Szép lenne, ha egyszer meg is szólalna, és nem bújna be folyton valami könyv mögé az optikonnal. Jaj, bocsánat! Semmi baj, Lindsay, ne törődj vele. Hozzá vagyunk szokva. Akkor miért nincs tető a poharakon? Mert meg kell tanulnotok boldogulni a világban. Itt vagyunk a karámnál. A környék tele van nyárfákkal. Ez pedig az istáló gondnoka, Rick. Rick, ez itt Lindsay. Hello, Lindsay. Büdös van. Miért? Nem szereted a friss hegyi levegőt? Na gyere. Viszlát. Hello. Gyere le, kapsz munkát! Kell Morris tanyájára mész, itt a térkép. Lószerszámot küld. Keresd a gondnokot, Bustert. Tudja, hogy mész. Oké. Okay. Csak pakold fel hátra! Ugye nem hiányzik az intézet? A cigarettát. Köszönöm. Te jó Isten! Jó napot! A táborból küldtek? Igen. Maga a tulaj? Csak a gondnok, Master Higgins. Ki csinálta ezt? Mrs. Morris ugrás közben leesett a lóról. Csúnyán megsérült. Mi? És Mr. Morris azért zárta ide, hogy éhen haljon? Nem kéne kiengedni? Nem.
A főnök nem hagyja. A szellem nem lenne ilyen úri fiú, már rég kirúgja a deszkát és megszökik innen. Na, rakjuk fel a szerszámukat. Nem akarsz segíteni? De. Akkor végeztünk. Oké, kösz. Jól van. Tudja, lehet, hogy Szellem nem is olyan úri fiú, mint hiszi. Hát, szerintem nyugodtan meg tudna szökni. Ha kirúgná a deszkát. Na, én megyek, mert dolgom van. A déli karámnál, a kocsi bejáró mellett. Kösz a holmit! Ez tetszik neked, ugye? Ez luxus lakosztályhoz képest, ahonnan jössz. A patád. Ajajaj. Na, hozok valamit, amitől mindjárt rendbe jössz. Tiszta szerencse, hogy volt még ebből egy kicsi. Na jól van, most lepucollak. Rick! Őt is elküldték. Kell, nekünk adja ezt a lovat. Látja, milyen állapotban van. Már csak arra jó, hogy a srácok lovagoljanak rajta. Elbírja őket? Hát persze. Jó, a patái nem túl szépek, de arra már kapott egy kis... orvosságot. Te ehhez is értesz? Igen, igen. Láttam apától. Milliószor. Pár hét és Szellem csúcsformában lesz. Jól van. Hé, nem szabad így besúranni ide. Megijeszted a lovakat. Hé, azért ne szaladj el. Kíváncsi vagy Szellemre? Oké. Na gyere. Szép lassan, oké?
Óvatosan, itt le kell lépni. Lassan menj oda hozzá. Tessék, simogasd meg. Igen, hogy tudjon rólad. Ez az. Jól van. Add a kezed. Szorítsd össze az ujjaidat. Úgy. Na, etesd meg. Ez egy olyan keverék, amitől erős és egészséges lesz. Mi baj, nem akarsz cowboy lenni? Miért lovagolni jó dolog? A kezeddel, a térdeddel, meg a lábaddal irányítasz. Billy! Miért hagytad ott a csoportot? Ide hallgass, délutára kell 5 ló felszerszámozva. Meg tudod csinálni? Igen. De hát, ha srácok is szeretnék megtanulni, megmutatnám nekik. Szerintem nem olyan jó ötlet. Pont te. Miért? Attól félsz, hogy megfertőzöm őket? Hogy autótolvajt nevelek belőlük, mi? Szóval az a szakterületed. Az autók. Gyere, Billy. Kapaszkodj. Úgyné. Csinálj csak meg, oké? Na, jól van. Vigyázz, le kell lépni. Csinálj csak meg, oké? Igen. Szabad. Hello. Ezt a múltkoriért kaptad. Hogy kerülsz ide? Kocsival. Miért? Mit gondoltál? Nem sok szemtanú van errefelé. Mutasd. Na. Jaj, szegény. Bocs, de ez nagyon kikívánkozott. Remélem, jobban vagy. Hogy van, Joey? Öregem. Miért? Mi van vele? Nem is mondták. Mit? Üdvözöl. Oh, szemét. Kutya baja. Van néhány új alkatrésze, de jól áll neki. Mondd meg neki, hogy sajnálom. Tényleg sajnálom, hogy kiszálltam. Kicsit bemajrésztál. Az a kórház tiszta bolondok háza volt. Simán meglógtam. A boltos banya beköpte Joey-t. Ha jobban lesz, megy a javítóba, de én úgyis kihozom. És mégis hogyan? Nyugi. El tudom intézni. Ja, te meg a barátaid. Tudod, hogy mi a te bajod? Nem vagy képes fenntartani a kapcsolataidat. Figyelj. Pár hónap múlva 18 leszek. Oké? Engem legközelebb már nem a javítóba visznek majd. Nem visznek sehova. Joey-val megszökhetünk innen. Komolyan? Hülye. Oké. Oké, adósod vagyok. Igen. Az vagy. Hidd el, teljesen megváltozott. Kis börtön töltenék. Nézd meg! Minden a feje tetején állt, mikor idejött. Na gyere! Hello, Mac! Szia! Ide adná azt a kapcsot? Ezt? Igen, tegye rá a kötőfékre. Ne féljen már, nem bántja. Szelíd, mint egy bárány. Csak nagyobb. Láttad volna pár héttel ezelőtt. Rick gyógyította meg. Már lovagolni is lehet. Nagyon szelíd. Jó lesz a félénkebb srácoknak, mint Billy. Szerintem egész jó edző lennél. Annie, egy edzőnek... Úgy is ketté kell osztani a csoportot. Clay mehetne a gyakorlottabbakkal, te meg azokkal, akik egy kicsit bizonytalanok. De... sosem tanítottam még. Annie, beszélhetnénk négy szem közt? Gyere. Nézd, Rick más, mint az itteni gyerekek. Igazán?
Egyedül érzi magát. Nincsen önbecsülése. Nem kapta meg azokat a dolgokat, amiket a legtöbb gyerek igen. Nem tud megbirkózni ekkora felelősséggel, Annie. Hát ez jó. Pont ugyanezt szokták mondani a vakokra is. Jól van, Billy. Még egy lépés. Oké. Most pedig a bal lábadat betesszük ebbe a kennyelbe. Jó. Úgy ügyes vagy. A jobb lábad meg átlendíted. Ez az. Jól van, cowboy. Gyerekben vagy. Na, akkor most várj egy kicsit és simogass szellemet, ahogy mutattam. Lindsayt is fölteszem a lovára. Lizzie, te lovasnak születtél. Máskor húz csizmát. Én nem megyek. Csak azért vagyok itt, mert Annie küldött. Gyere, Lindsay, szállj fel, nem nehéz. Billy is jön, ő se fél. Nem félek. Csak talán kinőttem már az ilyen póni lovaglásokból. Legalább beszélj a lovathoz. Leszállnál rólam? Na, ülj már fel! Hagyj! Figyelj! Békén. Jól van. Csinálj, amit akarsz. Nincs időm az ilyen elkényeztetett hisztérikákra. Na, srácok, gyerünk! Lemegyünk a patakhoz. Mozgás, erre utána. Ez az, jól van. Gyere, Tim! Rém komolynak látszó, cowboy. Minden rendben? Jól van, fog ez menni. Lizzie, húzd ki magad. Ez az, húzd meg egy kicsit a kantárt. Oké. Okay. Ó, álljunk meg. Mi az, Tim? Az én lovam milyen színű? Főleg barna, de a sörénye meg a farka is fekete. És milyen az a barna? A barna? Az olyan, mint... Ügyes vagy, Billy. Na, mehetsz, fiú. Úgy. Hé, ebben még mi ütött? Tisztára megkergült. Most a hátsó lábaira állt. Gyönyörű. Ez lazán átugrott másfél métert, Billy, ez nem akármilyen ló. Hey, istáló fiú! Annie szeretne egy kicsit beszélni veled. Most rögtön. Gyere! Hello. Hello. Az előbb hívott fel Lindsay édesapja. Azt mondta, hogy elkényeztetett hisztérikának nevezted Lindsayt, és erőszakos voltál vele. Elmondod a saját verziódat? Hát, hisztériás rohama volt. Fel se szállt a lóra. Tényleg elkényeztették. Ülj le, mutatok valamit. A következő gyakorlatot pedig Lindsay Curse mutatja be. Ez Lindsay. Jelenleg a hetedik helyen áll a nemzeti bajnokság selejtezőn. A területi selejtezőn első lett. Nehéz gimnasztikai elemeket tartalmazó gyakorlatot fog... Ez a felvétel tavaly készült az olimpiai válogató. Jóval nehezebb a gyakorlat az eddigieknél. Most jön a legkritikusabb elem. Kézen átfordulás a gerendán. Hibát! Nem rossz. Már csak a leugrás van hátra, és Lindsay indulhat a nemzeti bajnokságon. A záróelem is eltér a megszokottól. Lindsay még sosem alkalmazta. Dupla szaltó. Úristen! Nagyon messze volt a gerenda végétől. Nagyon csúnya
esés. Csak remélhetjük, hogy nincs komoly baj. Látszik is, hogy túl messziről indítja az ugrást. És az ütés éppen... Akkor vakult meg. Ezeken a tornászversenyeken tilos vakut használni. Csak hát az emberek nem mindig tartják be a szabályokat. Megzavarta a villanás, és hibázott. Pedig azt hittem, hogy egész életében vak volt. Csak egy pár hónapja. A többi gyerek évekig küszködött, míg elfogadta a helyzetét. Nézd, én is tudom, hogy rengeteg türelem és kitartás kell Lincihez. De talán rájössz, hogy megéri. Én, Rick. Mióta leskelődsz? Végignéztem azt a kanyaros leugrást. Hátraszaltónak hívják. Ó, pontosan. Hé, miért menekülsz el az emberek elől? Ugyan. Te voltál tolakodó. Akkor nem jövök közelebb. Jó. Őszinte leszek. Nem tudom, hogy kell bánni az ilyen lányokkal. Szép vagy, elegáns. Sajnálom, hogy a múltkor olyan durva voltam hozzád. Néha kissé forró fejű vagyok. Megtanítalak lovagolni. Én tudok a balesetedről. Szeretnék segíteni. Segíteni? Komolyan? Igen. Segíts valaki másnak. Akkor se lovagolnék veled, ha fizetnél. Vigyázz! Kész! Rajt! Gyerünk, mozgás, Billy! Győzni fogunk! Igen! Igen! Rick nagyon megszerette Billyt. Biztos a lovaglás miatt. Igen. Rick a legjobb példakép. Ugyan már, Clay. Mi kifogásod van ellene? Hogy bűnöző. Fel alá galoppozik itt, mintha ő lenne a világ. Hát mondd meg neki, hogy te vagy. Látod, mondtam én, hogy cowboy leszel. Jöhet a vágta? Igen? Szorítsd meg a sarkaddal! Ez az! Szuper, most feljebb a kezed! Hé, hey, cowboy! Szeretnék beszélni veled, mit férfival. Jó. Tudod, szerintem Lindsay nagyon helyes lány. Szeretném elvinni lovagolni, de sajnos fél a lovaktól. Nézd, én nem tudom ide csalogatni a karámhoz, de veled talán eljönne. Hát a ketten együtt rávesszük, hogy lóra szálljon. Téged meg külön elviszlek lovagolni. Megígérem. Jól van, te vagy az én emberem. Lovak. Jaj, Billy! Mondtam már, hogy nem lovagolok. Senki sem képes felfogni. Mi van? Nincs benned kalandvágy. Téged egyáltalán nem a kalandvágyam érdekel. Ne hülyéskedj már, be vagyok zsongva a kalandvágyadért. Jó, de én nem vagyok bezsongva. És a hülye lovait sem érdekelnek. Hát.
Semmi baj. Csak kéreti magát. Lindsay Brooke vagyok. Biztos te is be akarsz vonni valami programba. Ne félj, ez most nem csoportos tevékenység. Csak ne lenne mindenki olyan erőszakos. Tudom, mire gondolsz. Az iskolában én is mindig kiborultam, ha vizsgázni kellett. Ott ültem egy zsúfolt előadóban, és a tanár a képembe bámult. Aztán a papám adott egy tanácsot. Azt mondta, képzeljem el, hogy egyedül én vizsgázom a teremben. Hogy senki más nincs ott. És használt? Tudom, hogy hülyé hangzik, de igen. Igen, ettől valahogy megkönnyebbültem. Figyelj, Lindsay, nincsenek egyetemes módszerek. De követem apám tanácsát, és békén hagylak. Kösz. Hello. Azt hittem, nem érdekelnek a hülye lovaim. Csak nem bírom, ha kényszerítenek valamire. Á, értem. De ha máskor lovagolni akarsz, szóljál, oké? Pár percre hozzád képest én még kezdő vagyok, aki nyerget és kengyelt használ. Hé, várj! Nem segítesz le? Hát, felszállni se segíthettem. Csak sétalovaglás lesz, nem a hattyúk tava. Igaz? Miért csináltál úgy, mint aki még sose lovagolt? Mert sok minden, ami régen ismerős volt, már nem az. Ugyanezt éreztem, amikor meghalt az apám. Csak mentem biciklivel a városban, és fogalmam se volt, hogy jutok haza. Nem tudom, mi jött rám. Minden megváltozott. Tudtad, hogyan jutsz el a házig. Csak már nem volt az otthonod. Igen. Helyi lovasok is indulhatnak az ugrató versenyen. Szia, Lindsay! Szia, Bruce! Gyere, gász! Hello! Hát te mit keresel itt? Engem? Megtaníthatnál ugrani. Mi? Úgy érted, lovon? Igen. Mi ez?
Ugrató verseny. Ne viccelj, ahhoz több éves gyakorlat kell. És nekem van. Tornász voltam. Az teljesen más. De ugyanaz kell hozzá. Szükség van egyensúlyérzékre, koncentrációra, kitartásra. Látásra. Lindsay? Én még soha nem hallottam vakzsokéról. És különben is, nincs hozzá lovad. Hát szellempont jó lesz. Hallottam ám, hogy lazán átugrott másfél métert. Tudod, mennyi az a másfél méter? Lindsay? Megsérülhetsz. Az már megtörtént. Nézd, azt én is tudom, hogy nem kaphatom vissza a régi életemet. De ennél jobbat szeretnék. Azt akarom, hogy érezd a ritmusát. Nem is nehéz. Ne izgulj. Lesz nehezebb is. Ez az. Jó, most ülj előre, és fel a térdet. Jól van. Szép volt. Fel a térdet. Jól van, Lici, ez az. Te a sarkad. Ülj előre. Jó, de azért ne ennyire. Túl nagy sár van. Megcsúszott. Nem kell ennyire előre dőlni. Felborul az egyensúly. Na, add a kezed. Tartsd az ívet. Számold a lépést. 3, 2, 1, szorít, ugrik! Nem volt kedve ugrani. Jaj, de vicces. Lindsay, van kedved velünk jönni? Talán majd később. Oké. Okay. Kirúgjanak. Aha, és mond, ki vesz észre. Mit keresel itt? Azt látod, én se tudom. Hé, várj! Figyelj, Blitz, tudod, hogy örülök neked. Jó. Akkor ma este buliba jössz. Nem megy. Mi ütött beléd? Jobban szereted a vakokat? Jaj, elnézést, a látáskárosultakat. Hagyd abba, oké? Tudod, hogy egy darabig muszáj nyugton maradnom. Különben is tudod már, hol fogunk lakni, ha? Vagy dolgozni? Azt hiszem, lesz valami a keleti parton. Ne szúrd el. A győztesek, Krunk és Billy! Szép volt, Billy. Szép volt. Olyan klassz volt az utolsó ugrás. Olyan sima. Jól összeszoktunk szellemmel. Te most engem nézel?
Honnan tudod? Éreztem a pillantásod. Jól érezted. Mire gondoltál? Hát csak arra, hogy borzasztó sokat fejlődtél már. Meg kéne ünnepelni. Egy ilyen elegáns lány, pont egy ilyen neandervölgyivel. Nem rossz ötlet. Igen? Ma estére beszéltük meg. Elmondjak egy titkot. Randevunk van. Lindsayvel. Na, ne hülyeskedj már. Tudod, milyen nehezen állt szóba vele. Lovagolni holnap is lehet, igaz? Igaz, cowboy? Oké, gyertek. Üde pontos vagy. Mit is mondtál, mi a neve? Lulu? Lulu. Dehogy is, Lindsay. De igen, tényleg, bocs. Na, menjünk már. Hello. Á, öreg ül. Hello. Maradj mellettem, jó? Na, menjünk már. Elég zsúfoltnak hallat. Mert zsúfolt is. Ma este táncolni fogsz velem. Hát azt nem hinném. Kasz, fickó, de jó, hogy itt vagytok. Na, mi újság? Hopp. Litz, Rick. Hozzi vagyok. Hello. Iszol valami? Nem, kösz. Jó ízlésed van. Na, majd jövök. Te, ez vak? Viselkedj. Tudod, én nagyon bírom Stevie Wondert. Mi a baj? Nem értem. Elnézést. Elnézést, bocsánat. Lindsay. Kérlek, ne haragudj. A barátod igazán tapintatos. Sef jó fiú, csak nem tud bánni az ilyen lányokkal. A vaklányokkal. Nem, a klassz lányokkal. Na gyere. Itt a Jackie. Kösz. Látod az Oriont? Az olyasmi, mint a skorpió. Rick! Ugye csak viccelsz? Mit akarsz? Mind olyan egyforma. Üljünk le. Na, Na, így mindjárt más. Most nézz fel az égre. Oké? Okay? Jó, felnéztem. Az Orion olyan, mint egy harcos. Látsz keresztben két csillagot, az a vála. Aztán van alatta a Ferdin 3, az az öve.
és kettő lelóg az övéről, az a kardja. És alul még kettő a lábai. Megvan? Igen. Pont olyan, ahogy elmondtad. Elfelejteni, hogy néznek ki a dolgok. Az Orionra emlékszel? Igen, de mikor felhívtam apát, próbáltam magam elé képzelni. De csak nagyon homályosan sikerült. Próbáltam elképzelni az állát, a szemét. De nem ment. Az én apám nagyon szigorú volt. Hétvégén mindig az istálót pucoltam. Kivéve egyszer. Annyi idős lehettem, mint most Billy. Lóversenyre vitt. Ott ültünk és ettük a hot dogot. Apa veszített. Én nyertem. Tornádóra fogadtam. És jól tettem. Apa vállára vett és elkezdett kurjongatni. Nyert a fiam! Nyert a fiam! Az volt az egyetlen eset, hogy tényleg büszke volt rám. Ha most látna téged, biztos, büszke lenne rád. Ha egy lány ilyet mond az embernek, illik megcsokolni. Kölcsön a motorod. Ne hülyéskedj. És én? Blitz majd biztos elvisz. Nem bukhatok le. Na jól van, lelépni. Kösz csak. Lindsay, gyere. Oké. Okay. Gyere. Segíts majd felszállni. Persze. Itt van az ülés. Ez az. Mehetünk? Aha, igen. Kapaszkodj! Később még beszélünk. Most szükség van a segítségedre. Billy és Szellem eltűntek. Mi? Igen. Oké. Jó, kösz a segítséget. Megmondom neki. A sheriff néhány emberével átfésüli a hegy déli oldalát. Mi meg lemegyünk a sziklás úthoz. Az az érzésem, hogy odaindult. Billy soha nem menne arra egyedül. Figyelj, én jobban ismerem, mint te. Igen? Te hitetted el Billyvel, hogy ő John Wayne. Na, elég legyen.
Itt csapatmunkára van szükség. Clay, te vagy a vezető. Rendben. Mindenki utánam. Mr. Morris, nem találtunk semmit az indián csúcsnál. Átfésültük a Platánligetet. Semmi. Nézzük végig a szarvas csapást. Itt találkozunk egy óra múlva. Ja, ja! Hallgassak. Olyan, mint a farkas lenne. Bizony, szegény Billy nagyon fél. Egész éjjel ezt hallja. Úristen! Mi az? Billy cowboy kalapja. Hát, biztosan erre jött. Már csak utol kell érni. Madarak. Már reggel van. Igen. Ez nem jött be. Megtaláljuk. Hát remélem. Gyerünk. Na. Ott van Szellem. És Billy? Nem látom sem erre. Itt lesz valahol. Fogd ezt meg. Mindjárt jövünk. Billy! Billy, tarts ki! Ne félj, Billy, nem lesz semmi baj. Csak maradj nyugton. Kötök rá egy hurkot. Aztán felhúzzuk. Nem! Könnyen kicsúszhat belőle! Ide hallgass, én dirigálok! Nem az a lényeg, hogy ki dirigál! Most Billy életéről van szó! Lemegyek! Óvatosan! Jól van, Billy! Térdelj fel! Egy szikla szélén vagyunk! Na, juss fel a kezed! Ez az magasra! Amilyen magasra csak bírod! Ne, ne dőj hátra! Eléred már? Nem, még lejjebb kéne csúsznom. Nagyon veszélyes!
De muszáj! Oké, gyerünk, Billy! Fel kéne állnod, lassan! Ne lépj hátra! Gyerünk, Billy! Gyere, kóboly! Add a kezed, ne félj, kérlek, Billy! Nyújtsd ki a kezed, Billy! Arra, merre hallod a hangját! Azaz! Frink! Kapaszkodj jó erősen! Jól van, akkor most visszahúzunk! Oké, mehet! Gyerünk! Kasz voltál, Rick! Jól vagy, Billy? Ha? Rick? Én vagyok. Jól vagy? Jól, igen. És Billy? Ő is. Ez a tiéd, cowboy. Úgy tűnik, Billy megunta, hogy cowboy legyen. Billy, ránk ijesztettél, miért kóboroltál így el? Gyere, Brooke, vigyük haza Billit. Gyere. Ez az. A lovam utánatok megy. Szellem túl fáradt. Muszáj lesz gyalog hazavinnünk. De siessetek! Enni már biztos nagyon vár. Óvatosan lépj. Elfáradtál, igaz? Jól van, itt egy nagy kő. Ülj le. Pihenj egy kicsit. Mögöttem van? Igen, azaz. Jól van. Kösz. Nem lesz semmi baj. Ne mondj ilyen hülyeséget. Miért? Szerinted mit kéne mondanom? Mondjuk Rick az örökvesztes, vagy Rick a... Nem a te hibád. Billy ment el egyedül lovagolni. Mert én veled voltam. Tegnapra ígértem neki, hogy elviszem valahova. Mikor apát elvitte a szívroham, épp az istálót kellett volna pucolni. De én persze inkább elmentem focizni. Biztos segítségért indult. Az istálóban feküdt széttárt karokkal, holtam. Mindig mondta, hogy felelőtlen vagyok. És ha ott lettél volna, ki tudja, tudsz-e neki segíteni? Épp ez a lényeg. Nem tudom, és most már nem is fogom megtudni soha. És ugyanezt csináltam Billyvel. Hogyha tegnap elviszem lovagolni, ez mind nem történik meg. Nem, ez egészen más helyzet. Billyt éppen te mentetted meg. Ezt Annie-nek is mondd el. Arról van szó, hogy egy félénk, kedves, szófogadó kisfiú fogja magát és lovagolni indul az éjszakában. Hogy jut eszébe? Lenne egy tippem. Felhívod Lindsay szüleit? Hogy magyarázom meg, hogy a tábor egyik alkalmazottja éjféli pásztorórára hívta a 16 éves kislányukat? Ki ne mond? Ó, mit? Hogy előre megmondtam? Azt. Tessék. Hello, Kell. Jó napot. Jó napot. Hallom, jól van a fiú. Igen, jól van. És szellem is. A ló, amit adott.
Annie, én nem adtam semmiféle lovat. Úristen. Mr. Morris a lováért jött. De szellem a tábori. Sajnos nem. Elmeséled nekünk, hogyan került ide ez alól, Rick? Miről beszélnek? Hát... elhoztam. És szökésnek átszáztad. Muszáj volt. Hát ez lenyűgöző. Jaj, bíró úr. Láttam ezt a klassz lovat, és muszáj volt megszereznem. Na ne. Mindenki látta, hogy milyen állapotban volt. A feleségem kis hián nyakát törte ezen a lovon. És akkor vak gyerekek lovagolnak rajta. Én vagyok az egyik. És én azt mondom, szellem senkit nem bánt. Igen, a gyerekek mind nagyon szeretik, Mr. Morris. Lehet, de nem az övék. Na gyere. Hé, most hova viszik? Rick! Vissza kell mennie az intézetbe. Ne! Lindsay, kérlek, bocsáss meg! Annie, nézd! Úristen! Meg! Használatáért. Egy kiskorúval szemben. Kell. Biztos vagyok benne, hogy meghajlandó elejteni a vádat. Mi? Ha? Hivatalosan nekünk adományozza szellemet. Igaz, Mac? Na, mit szól hozzá? Áll az alkú? Meghívlak a híres banános palacsintára. Kiegyeznek egy bödörjékkel. Annie. Nem tudom, mit mondjak. Legalább szellemet megmentetted. Pakolj csak be hátul. Billy? Mi van, fiam? Mi van, szívem? Hé! Hé, el kell mennem. Meg jobban megnézzük. Na jó. Én maradjak itt? Hát persze, sőt, a kulcsot is adom mindjárt. Na gyere!
Billy, remélem nem csak az időnket rabolod. Mi ez az egész? Meg! Itt van? Igen. És Annie is. Pompás. Egy kis ízelítőt szeretnék adni. Hála az edzőmnek, Ricknek, felkészültem, hogy induljak a jövő heti ugratóversenyen. Mi van? Lindsay, ezt meg kell beszélnünk. Hát én azért megmutatnám. Ne. Ne hülyéskedj. Csak nem fogod ezt hagyni. Menni fog. Annie! Meg! Csak nézzük végig. Rick megtanított kimérni az ugrások közti távolságot. Mikor hallom a levelek zizegését, tudom, hogy 8 lépésre vagyok az első kanyartól. 3, 2, 1, szorít. Ugrik! Ez az gyönyörű, Lindsay! Gyönyörű! Még egyszer! 3, 2, 1! Szorít! Ugrik! Gyönyörű, Lindsay! Te tanítottad meg? Hát igen, de született atléta. Nem kell szerénykedni. Lindsay kataton volt, mikor megérkezett. Rick az egyetlen barátja. Edző nélkül hogy készülök a versenyre? Nem maradhat itt addig meg. Rick sajnos megszegte a szabályokat. Különben sincs jó hatása a gyerekekre. Meg, nézd meg, mit csinált Lindsay-vel, nélkül sose lett volna képes Dehogy erre. Dehogy nem. Hallottad, Rick szerint született atléta. Gyerünk. Menni fog nélkülem is. Menni fog, Lindsay. Na, gyere már. Kérem meg. Ő a legjobb barátom. Én igazán nem tudom, mi a jó hatás, ha ez nem az. És mi lenne akkor, ha csak napközben jönne ide, hogy felkészítse Lindsay-t? Rendben. De ahogy megvolt a verseny, rögtön jössz vissza az intézetbe. Nincs mese, világos? Igen. Kösz meg. Jaj, meg. És ne jaj, mekezz itt nekem, Annie. Üdvözöljük a Sziklás-hegységi lovasnapokon. Na, innen fogsz indulni. Az akadályok elrendezése olyan, mint a táborban. Gyere, Billy! Ide szépen felülsz! Ja, ne félj, jó társaságban vagy. Érzed a pálya ívét? Tartsd az irányt. Oké. Okay. Balra van a bírófülkéje, és a hangszóróból hallod majd, mikor bemondják az eredményeket. Oké. Okay. Gyerünk, vágta! Jó. 4 lépés után van az első kanyar. Oké. Na most értél körbe. 1, 2, 3, 4, állj. 4 lépés után ugrasz először. Ha csak a környékre téved, szellem átugorja. Ez dupla. Az. Nem vagy éhes? 2 és 3. Hát ez semmi.
Egy, kettő, három. Nem, ez nem kell, ez... Miért, mi ez? Hát egy téglafal, de csak a díjúratóknak van. Jaj, Billy! Köszöntünk mindenkit az évente megrendezett Szikláshegységi Lovasnapok idei kiadó versenyére. A versenyzők készen lépben állnak a kifutónál, úgyhogy el is kezdjük a versenyt. Versenyzőket kategóriánként fogjuk szólítani, hogy a kifjatónál várhatnak. Köszönöm. Majd találkozunk. Az első bemelegítő körben a hagyományoknak megfelelően az akadályok 75 cm magasak. Kérjük a versenyzőket, gyülekezzenek a kifutónál. A rendezvényen a versenyszabályzat minden pontja érvényben van. Nagyon szépen kefél ki a szőrét. Jó van, na, hát azt csinálom. Milyen vagyok? Mint egy lovas. Rick, te aztán költő vagy. Egyszerűen elragadó vagy, Lindsay. Köszönöm. Na, menjünk feliratkozni. Oké. Okay. Az összes akadály hiba pont nélkül vette. Foglalt ez a hely? Nem. Mi van? Semmi. A következő kategória a díjugrató. Nézd, itt az egész tábor. Hol? Ott fent. Jöjjenek! Nincs sem. Valaki bukott? Igen, de te nem fogsz. Az utolsó ebben a kategóriában 28-as számú versenyző. Kérjük a pályát! Miért most szólítanak? Te nem vagy díjugrató. De igen. Lindsay, ugye nem? Ugyanaz a feladat. De hát a díjugratók mind gyakorlott lovasok. Minden akadály magasak, téglafal is van. Hallottad, hogy az előbb is bukott valaki. Rick, nekem hiányzik a verseny. A reflektorfény, az energia, amit a közönségtől kapok, az, hogy összeszorul a gyomrom. De miért ebben a kategóriában? Ez a legnehezebb. Tudnom kell, mire vagyok képes. Tudnom kell, hogy velem vagy. Másodszor szólítom a pályára, 28-as számú versenyre. Veled leszek. Mindig. Na, gyerünk. A pályán a 28-as számú versenyző, Lindsay Kurtz, a szellemben. Azt is át kell ugrania. Uh-huh. És meg is fogja tenni, George. Rosszul nézel ki, Joey. Hé! Hey. Ó, öreg, ez aztán kemény. Ugye? Na, tűzés. Szereztünk lakást. New Yorkban. Szuper. Mit szólsz hozzá? Nincs többi ellenőrzés, csak mi leszünk hárman.
már, mire vársz? Kutya baja. Elszúrtam. Hé, hey, semmi baj. Dehogy nem. Pont mint a gerendán. Arról nem tehettél. Láttam én is. A vaku miatt történt. Ugyan már. Azt csak hagytam, hogy elhiggyék. Egyszerűen nem figyeltem oda. Nem koncentráltam. Mint most, mikor kicsúsztam a kengyelből. A bíró lemegy a pályára. Várjuk a hivatalos döntést. Tudni akartam, mit telik tőlem. Hát most már tudom. Dehogy tudod. Nem csináltad végig. Miss Kurtz, szüksége van segítségre, hogy elhagyja a pályát? Újra akar ugrani. De hát... Vak? Igen, ezt ő is tudja. Tiltja valami szabály, hogy vakuk induljanak? Elvileg nem. De tudja, már diszkvalifikálták az esése miatt. Azt értjük. De be akarja fejezni. De hát ez egészen rendkívüli. Nem baj. Én is az vagyok. Megpróbálhatja. Nagyszerű. Velem vagy még? Igen. Menni fog. A bíró azonban engedélyezte, hogy még egy próbát tegyen. Gyere már, mit ácsordunk? Mégis mire vársz? A verseny után meg visszavisz az intézetbe. Igen, tudom. De maradok. Mi? Eldobod a terveidet, a szabadságodat, hogy végignézd, ahogy egy vaktyúk lovagol egy pónin. Igen, így is lehet mondani. Igen. Neked komoly baj van az agyaddal. Gyere, Blitz. Felejtsük el. Nem ismerlek. Jól van, Káboly, visszajöttem. Szoríts neki. Thank you.
láttunk semmit. Ne szerénykedjetek már, a szökésetek határozottan valami volt. Gyerünk! Oké. Sikerült. Jövőre első leszek. Az könnyen meg lehet. Szeretnénk köszönetet mondani a szponzoroknak a bőkezű támogatásért, amivel hozzájárultak a mai rendezvényhez. Hallom, New Yorkba készültetek. Örülök, hogy lemondtad az utazást. A barátaid tesznek egy kis kitérőt. Most beszéltem Busterrel. Azt mondja, nem bírta nézni, ahogy kell kínoszta a szellemet, úgyhogy hagyta, hogy Rick elhozza a lovat. Azért nem szólt eddig, mert félt, hogy elveszíti az állását. Rajta. Menj egy kört. Edző. Köszönöm meg. Tudod, kéne már egy állandó istálófilm? Talán ebéd közben megbeszélhetjük. Talán. Mást is tudsz főzni, mint banános palacsintát? Nem. De szuper jókat rendelek.